segedtek oldalra. Őlőre hozom a szépen. Tessék, oda dobom anyámat. Kiszolják magukat, tudod. Azért mondom, hogy ide készítettem egy 10 körre, amit akár van. Belerakom a kocsiba, jó? Ja, én nem akarok. Figyelj. Most hogy itt szemben nézzük, vagy... Azt mondja, 2, 4, 6... Majd az lesz, hogy jövőre egy kizitával is fog kijönni, és akkor jobban tudják a kapulást. Jó? 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 Az Alma Mater falai között, és hát biztos, amikor ide beléptek, akkor kicsit megdobbant a szívük, mert én mindig ezzel így vagyok, hogy nem tudott egy iskola olyan rossz lenni, amit az idő ne szépített volna meg. Én nem láttam, mert nem intézmény, minden iskola annyit ért, amennyire az életnek tanít, és annyit ér, amennyire támogatja az élet. És el kell indulnunk Magyarországon is azon az úton, és a középiskoláknak is el kell indulni azon az úton, hogy kialakuljon az iskolának egy holdudvara. Ez a holdudvar, ez összetevődik egyrészt azokból a végzett diákokból, akik itt végeztek, összetevődik azokból a szülőkből, akiknek a gyerekei ide járnak, de még azok a szülők is támogatják, akiknek végzett diák jönnek. Ez egy nagy megtiszteltetés az iskola számára, és én úgy gondolom, hogy a végzett diákoknak is egyfajta összetartozást jelent. Nem olyan formaságokra gondolunk, mint az Oxfordiak, ugye, hogy nyakkendőjük van és fel lehet ismerni a